És itt is van velünk Kendiról, köszöntünk itt az A38 hajó fedélzetén, szia! Sziasztok, ugye te nem csak énekléssel foglalkozol, hanem emellett gitározol, zenét írsz, szövegeket írsz, producerkedsz is. Mondhatjuk azt, hogy elég komplexen így összefogod a saját dalaidat, és a versenydalod is a tiéd, a te szerzeményed, te adod elő. Így van. Miért tartottad ezt fontosnak, hogy csak és kizárólag a saját dalod lehet minden szempontból? Tehát ez úgy kezdődött, hogy annak idején volt egy gitárkábelem, és a csatlakozó csak levált. Egy kábel? Igen, levált a csatlakozó. Elmentem egy szakihoz, légy szíves, forrasd meg. Visszamentem egy hét múlva, még nem volt megcsinálva. Hát vettem forrasztó mindenséget, megtanultam forrasztani. És így tanultam meg vagy 7 szakmát. Mindig vártam valakire, és egy idő után már nem akartam várni, és megtanultam a szakmát. Nem volt más választásom. Nem volt más választásom, és akkor így lettem zeneszerző, a zeneszerzés az egyből ment. De szövegíró, tehát semmi tehetségem, semmi. Viszont muszáj volt. És akkor olvastál, vagy képezted magad? Lestem titkokat emberektől, és egy idő után bejött. Tehát egyszerűen katasztrofálisan hülyeségeket írtam. Naív. És egyszer csak most ez így bejött. Azért ugye a stílusok között is ficánkolsz, volt rockbandád és rockzenét is csináltál. Progresszív metal zenekar. Progresszív metal zenekar. Tehát ezen kívül, hát ez megint úgy volt, hogy megint elmentem valahova, és akkor azonnal elmentem megint máshova, és akkor egyszer csak progresszív metal, aztán egyszer csak szimfonikus rock, egyszer csak brazil jazz, egyszer csak ez így vitt, és szerencsém volt, nagyon jó zenészekkel játszottam, és tanítottak, voltak olyan kegyesek, és foglalkoztak velem innen a sokoldalúság zenével. És lehet ennyi műfajban otthon lenni egyformán? Igen, hogyha szétverik a fejedet, megsiratnak, mármint azok, akik tanítnak, és hogyha nem futamodsz meg, akkor jó leszel. Van még olyan zenei stílus, amit nem sajátítottál el teljes mértékben? Igen, van, és most tanulom. És ez a magyar cigányzene. Meg is mondom, hogy miért. Igen. Azért, mert ez egy csodálatos műfaj, viszont én nem akartam ezt fül után csinálni. Tehát én meg akartam érteni. Viszont akik játszák, jól játszák, csak annyi mindent játszanak, hogy én nem értettem, hogy miért van annyi minden. És éreztem, hogy jazz, de mégse jazz, és nem vágtam ebbe bele. Aztán most lett valaki, aki megtanít erre, és azt kell mondjam, hogy csodálatos. Hát sok olyan sikert. Harmónia világ, és egy olyas valami, hogy lehet, hogy jövőre autentikus cigánydallal indulsz majd, nem? Elképzelhető. Nem, de jövőre... De nem mondom meg. De most ugye Turn the lights on, ez a dalod címe, amiben szabad fordításban kapcsoljátok fel a fényeket. Legyen fény. Legyen fény, és a rólad szóló videó anyagban is elmondod, hogy fontos az, hogy megvilágosodjanak az emberek, igen, hogy megvilágosodjunk. Mit jelent ez? Mármint a megvilágosodás, és mit akartál üzenni a dallal? Tehát amikor magyarázol valakinek valamit, ugye megkérded, világos? Tehát megértetted, világos? Megnyílt a megértés előtted? Sokszor félreértjük ám egymást. Azt mondjuk világos, és valami teljesen mást értünk alatta. Például? Most én két ember között egy csomószor lehetőség van arra, hogy félreértik egymást. Tehát, hogy... Most szerintem ti is félreértitek egymást. De az fontos, hogy tisztázzuk, hogy mit jelent a számodra, hogy megvilágosodás, és mi a dal üzenete. Itt onnan indult, hogy régen ugye átmentem a szomszédhoz, és kértem egy csupor cukrot. Vagy elromlott a vasaló, és teljesen normális volt, hogy átmenjek a szomszédhoz. Ma már nem mennék át. Ma már úgy szégyelném. Már. Így kezdünk eltávolodni egymástól. Kezdünk... Akarsz kérdezni? Mondd csak, utána kérdezem. Kezdünk eltávolodni egymástól, kezdünk egy másféle életet élni, változik minden körülöttünk, a technológia változik, olyan változások lesznek a technológia által, hogy fogalmunk sincs most, hogy milyenek leszünk 10 év múlva, és ezért világosan kell lássunk. Tisztán meg kell értsük azt, hogy mi van körülöttünk, hogy tudjunk viszonyodni a jövőhöz. Mi van körülöttünk? Változás. Egyfolytában változás. Még nyitottnak kell lenni, és hát egy millió információ van, könyörgöm. Ott van az internet, egy millió információ van. Turn the lights on. legyen világos, értsd meg azt, ami körülötted van. Még ez volt az üzenet. Most nem tudom, hogy ez kijött volna, de erre gondoltam, amikor írtam a szöveget. Gyorsan és röviden elmondod nekünk, hogy milyen körülmények között írtad a szöveget, mert tudom, hogy egy érdekes történet volt. Tulajdonképpen ez egy magyar dallal indultam, magyar szövegű dallal, és egy este lefeküdtem, blá-blá-blá, néztem a tévét, sehol semmi, 30 csatorna, 40, sehol sem. És úgy ott van a gitár állvány, így láttam a hasonlót, elkezdtem pengetni, érdekes. És aztán meglett ez a dal, a szöveg meg ez úgy keletkezett, hogy elmentünk zenélni, egy csodálatos kerthelyiség volt, és késtünk, és késett a produkció, és abba a kerthelyiségbe leültem, szeptemberi nap volt, meleg volt, csodálatos volt a hangulat, és úgy elkezdtem gondolkodni a világon, meg a dolgokon, meg hogy micsoda, és egyszer csak így jöttek a szavak. És mikor vége volt, megmutattam a kollégámnak, elénekeltem neki, Something happened to the world last night. Jó, mit csináltál? Mondom, az, hogy ez miért lett, igen, hogy ez hogyan lett aztán, és hogy mi lesz ebből, azt majd még hallgatnánk sokáig, de most beléd kell, hogy folytsuk a szót, és nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm. És nagyon sok sikert kívánunk neked szombaton.